Egy fordulóval a zárás előtt bebiztosította bajnoki címét az NB egy keleti csoportjában az NTK együttese. A nyíregyháziak a gázművek otthonában semmit nem bíztak a véletlenre, a jó kezdés után a középső sorban Mogyorósi Péter 611 fával új pályacsúcsot állított fel, és mivel a zárósorban is kiemelkedő eredmények születtek, immár 3398 fal gázművek pálya új csapatrekordja. A 7-1-es győzelem pedig azt jelentette, hogy a nyíregyházi tekeklub története során először feljutott a Szuperligába. Elég nehezen indult igazándiból a bajnokság, pont a első szakaszában a bajnokságban nem sikerült igazándiból azokat a mérkőzéseket megnyernünk, ami szükséges lett volna, de itt a tavaszi szezonban viszont hál' Istennek minden összejött. Több játékosunk is visszatért, aki előtte nálunk játszott, többen visszacsatlakoztak a csapathoz, ilyen-olyan problémáik voltak igazándiból, most hál' Istennek sikerült ezeket áthidalni. 25 évvel ezelőtt a Taurus SMR feljutott a legmagasabb osztályba, soraiban az NTK meghatározó játékosának számító Szlovenszky Tiborral, aki szerint a legjobb helyre kerül az aranyérem. A mi csapatunk volt ebben a bajnokságban a legjobb. Évek óta tulajdonképpen azon a ponton voltunk, hogy megnyerhettük volna, mindig ott a kapuban buktuk el. Ez az év volt, amikor kiegyensúlyozottabb volt a csapat. Hazai pályát mindet hoztuk, és idegenben is a legtöbb győzelmet mi szereztük. A már bajnok nyíregyháziak a vasárnapi zárófordulóban 11 órai kezdettel a Szegvár csapatát fogadják a Városi Stadion Tekecsarnokában. Az ünneplés után aztán összeül a klub vezetése, hogy megoldást keressen a pályával kapcsolatos kérdésekre, a csapat jelenlegi otthon ugyanis nem alkalmas a szuperligás szereplésre.